életem legjobb vállalkozása volt, hogy vállaltam az első kislányomat. Azt, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szerettem volna. Őt. Én addig mindig próbáltam alkalmazkodni, próbáltam megfelelni, és az adott nekem egy olyan erőt. Én ott befejeztem a modelkedést, én nem szerettem volna többet modelkedni. Én nem akartam többet úgy elmenni dolgozni, hogy azon figyelem az órámat, hogy engem már otthon a gyerek, ha még egyszer lepróbáltatod velem azért, mert a 25. kislány nem figyelt, mert éppen arról beszélt a barátjával, hogy hova mennek randizni, én erre nem vagyok hajlandó. A három igazság mai vendége, Tomán Szabina, üdvözlünk, szeretnénk. Sziasztok, hogy itt a vagy. Itt vannak a borítékok, ezekben vannak azok a témakörök, amiket mindenképpen érintenénk. Te döntheted el, hogy milyen sorrendben haladjunk majd ezekkel. Így van, és minden boríték megválaszolására 7 percet fogunk neked adni, azt itt mérjük, és hát az adást megelőzően te is írtál egy borítékot nekünk. Na, melyikkel kezdjük? Aha, a pirossal. Edinka, te kezdesz. Így van. Mi az igazság? Milyen a modellek élete? <gül> <gül> És hát te egy elitalakulatos volt, én ezt így fogalmaztam meg egyébként. Ugye a nárai lányok, ők voltak, a, akihez mindenki tartozni akart igen, annak idején. Igen, igen. Ö, Azt gondolom, hogy az emberek itt félreértelmezik a, a modellek életét, mert mindig csak a mosolygást, vagy a szépséget Ö, látják az egész háttérmunkából, ugye pont ez a lényeg, hogy amikor egy kreáció a színpadra lép, vagy akár egy fotózáson, akkor ott minden tökéletesnek kell, hogy legyen, vagy hogy működjön. Úgyhogy a háttérmunka az elég hosszadalmas és kemény. Tehát, hogy nagyon sok időt vesz igénybe, nagyon profinak kell uh, lennie, nem csak a modellnek, hanem az egész stábnak, mert ez nem a modeleken múlik, hanem a háttérmunkán szerintem 70 ban Amíg elkészül egy, egy, kreáció, amíg egy, egy fotóanyag elkészül, addig nagyon sok ember munkája van benne ebbe a projektbe. És azt gondolom, hogy a modelek csak a, Sherry Honda vagy nem is tudom, De mi hogy De mi a mondjak. kemény benne? Mert azt mondtad, hogy kemény. Az utazás, az alkalmazkodás, az az, hogy hogy a modelek ebben a, a, a lánc rendszerben szinte a legutolsók, akik meg tudják, hogy pontosan mit kell csinálni, hogyan, milyen ruha lesz rajtam, hány órát leszek ott még a próbán. Ö, ö, minek kell megfelelnem. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy a casting az első alkalom, amikor mondjuk egy tervezővel találkozol, akkor úgy érzed magad, mint egy válfa. Ott vannak az adataid, mint egy jó lovacskának, hogy milyen magas vagy, milyen a melbőség, derékbőség, cipőméret, vannak fotók, hogy milyen arcokat lehet kihozni belőled, és hogyha mondjuk a tervezőnek vagy a fotósnak megtetszel, akkor azt mondja, hogy jó, akkor gyere be még egy próbafotózásra, vagy akkor megkapod a munkát. De az a folyamat, hogy te ott ülsz a castingon, mondjuk több száz nővel, szebbnél szebb nőkkel. Tehát ez az ipar arról szól, hogy a világból összesűrítik a gyönyörű nőket, a szinte tökéletes kinézetű nőket, és akkor ezért a pozícióért neked meg kell küzdeni. És ott Olyankor nem érzed magad kevésbé szépnek? Nekem sokáig az, hogy engem szépnek titulálnak, az nekem sokáig nem volt önazonos. Én egy jó modell voltam, aki strapabíró, aki a nyolc óra helyett akár tizet is ott marad, aki nem sír, hogyha beleszúrják a tűt, miközben varják rajta a ruhát, aki, aki nem hisztizik, aki éppen a magánéletét nem a színpadon, vagy a próba közbe éli, hanem meg volt a munkának szentelt időm, és én arra nagyon koncentráltam. Jó válfa. Egy jobb válfa. Egy jobb válfa volt a a jobb... Válfa. Menjünk már vissza az elejére. Hú, mennyire az elejére? <laughs> hát mondjuk tatabányára. Tatabánya. Földik vagyunk. Igen, tudom. Tudod? Igen. Minden ketten tatabányán születtünk. Hogy lesz tatabányáról valaki első körben nagy kifutók ünnepelt modellje? Nagy szerencse kellett hozzá, hogy én akkor ott Tatabányán ott legyek, ahol Hász Sándor megkopogtatja a vállam, mert éppen akkor ő azt gondolta, hogy Tatabányán szeretne egy kis modellügynökséget, az volt az ő álma, és szeretett volna egy kis modellügynökséget, amit el is indított. És ő kért fel először, hogy... Hány éves volt akkor Szabina? 15. 15. Igen? 15 éves korodik te Tatabánya. Én csak ki nem lépte? Nem, alig, alig, Pesten is párszor voltam. Tehát, hogy tényleg, én az a tipikus kislány voltam, aki ott a saját kis területén, a barátaival nagyon el voltam, én nagyon biztonságban éreztem magam, szerettem a határokat, tudtam, hogy meddig mehetek el, tudtam, hogy kivel, milyen kapcsolatban vagyok, ez nekem nagyon fontos volt. És ugye a családom egyik tagja se, de még csak a távoli rokonság közül sincs senki, aki színpad közelében volt valaha. Megkopogtatják a válladat. Igen. elindul egy folyamat. Erre a tatamányai család hogyan reagál első amikor a 15 éves gyereket modellnek, mert erről ugye, hogy milyen a modellélet, stb. Hát van egy lányom, aki 33, és úgy azért, ha 15 éves korábban elém állt volna, hogy én modell szeretnék lenni, akkor egy pillanatra azt mondtam volna, hogy várjunk már egy pillanatot. Ez lehet, hogy nagyon nagy szerencse volt az én életemben, hogy az anyukám Nak gőzese volt, hogy pontosan miről beszélek, hogy mi az, hogy divat bemutató. De láttam magazinokat, de hogy ő, ő annyira távol áll tőlünk ez a világ, hogy ő nem is Mivel értette. Mivel Ő egy, egy gyárban volt, Meos, talán ilyen igen, vezető. Ellenő, igen, ellenő, igen, ah. igen, 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 igen. Úgyhogy, úgyhogy mi És ez nem jó? nem mondott sokat neki. Neki semmit vagy... nem mondott. Hát azon kívül, hogy elmentünk a, a skála áruházba, azért mondhatom, mert már nincs. Azon kívül a divathoz nagyon nem, nem, nem sokat tett hozzá, vagy vett És Szabina tudott a divatról? Én, én igazából a, az a music, az MTV-n nőttem fel, úgyhogy mindig valakinek a ruháját próbáltam ö, átalakítani a saját ruhatáramból. Tehát öltöztem. affinitás volt. És, és a, igen, 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 az impulszprével énekeltem a nővérem <laughs> a szobájában, tehát hogy tupír szörnyű frizuráim voltak, <laughs> úgyhogy a képeket nem is, nem is, tudom, hogy hol vannak, de hogy igen, akkor én már elkezdtem, elke, elkezdett érdeklődni. Az a érdekelni az a vágy, ami, ami valamilyen színpad közeli, vagy hogy ki, kiemelkedjek, harmadik gyerekként, bepottyantam a családba. Én úgy elvoltam. Tehát, hogy én mindig ott voltam, mindig csináltam, amit kellett, de nagyon nagy figyelem nem, nem, nem övezett. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy És erre... És figyelmet erre... akartál. Igen. És meg is akartam felelni. Aha. Tehát, hogy az anyukám egyedül nevelt minket, hármunkat, úgyhogy ott volt egy olyan, hogy akkor majd én segítek neked, én majd megkönnyebbítem. És am amikor végül is odaálltál, és oké, okay, hogy ő nem teljesen uh -huh. tudta, vagy volt tisztában azzal, hogy mit jelent ez a lét, akkor, a a akkor egész egyszerűen csak elengedett? Igen. Azt mondta, hogy egy kicsit, te úgyis megélsz a jéghátán is. Tehát ahhoz kellett valami fajta olyan bizalom, nem? amire valószínűleg rászolgáltál a 15 év alatt, mert különben nem engedett volna könnyen el. Igen, én nagyon hamar kezdtem el dolgozni. Én nekem tényleg álmaimat valósítottam meg azáltal, hogy lementem a közértbe mondjuk lisztet pakolni a közeli szatócsboltba, vagy elmentem a, a helyi kocsmába porrakat mosogatni, és akkor abból a gyűjtögetett pénzemből vettem meg az álmaim pulcsiát, cipőjét. Ezért ugye... Dezodorja. Igen, igen, mert ugye van egy nővérem, tehát ugye mindig a megörökölt ruhákat, cipőket Lepattanok. kaptam. Igen. Van még egy dolog, ami, ami amit elkerültél. Egy, egy negyed mondatod volt benne, ami az embernek egyébként eszébe nem jutna hogy nem sikoltoztál, amikor a tűbelét szúrt ez ugye nem jutna eszébe az embernek a modellkedésről, de aztán végig gondolja az ember, hogy persze, hát ott igazítják a modellre, és az a tű megcsúszhat. De nem csak ez a fájdalma ennek a szakmának. Tehát én Nárai Tamás neve ugrott be, voltam annó egy-két Nárai féle divat bemutatón, amikor kimentek a színpadra, akkor ez a mosoly van. Ami a színfalak mögött van, az vidi a keménységű. Nagyon. Ami a színfalak mögött történik egy ilyen bemutató. De nem csak ez a fájdalma ennek, hanem amikor sokszáz gyönyörű nő között ott vagy, akkor én azt láttam kívülről a modellek világából, hogy ott nem kilókról beszélnek, grammokról. Centiméter, milliméter, centiméter és gram. Igen. És azt gondolom, amikor készültem erre a beszélgetésre, és meg beleolvastam a tomán módszerbe, az egész vállalkozásodba, amit eh, ma csinálsz. Hát volt honnan elsajátítani az anyagokat? Azt meg tudom erősíteni, hogy találkoztam életemben pár diétával. <gül> <gül> találkoztam a világon nagyon sok olyan lányjal, aki más országokból hozott bármilyen tippet, javaslatot, a legbrutálisabbtól elindulva. Hát akkor a modellkedés, és akkor ez gyorsan csak zárójelbe, amikor utazik az ember, az azt jelenti, főleg még az én időben, akkor még mobiltelefon se volt nagyon, hogy leraknak egy városban, megérkezem, mondjuk legyen Atén, az a legzűrzavarosabb szerintem. Azt nem tudom, hogy most még mindig, de modellnek az volt a legzűrzavarosabb helyszínen. Fiatalon modellként megérkeztem Aténba, akkor kaptam már indulásnál egy címet, amit nem tudsz beazonosítani, mert ugye ott nem, tehát, hogy ott nem, nem, tudod, hogy mit, mit, írnak oda a táblákra, illetve hogy kommunikálnak. Angolul senki nem beszélt, akkor sem ott, úgyhogy elindulsz egy adott zseppénzzel a zsebedben, egy adott ruhá mennyiséggel, nem tudod, hogy meddig fogsz maradni, nem tudod, hogy kivel találkozol, bemész az ügynökségre, elirányítanak egy bukerhez, aki onnantól kezdve a munkáidért felel. Te pedig azért felelsz, hogy azokon a munkákon te részt vegyél a legtökéletesebb formádban. Én ez nincs az, hogy akkor ja, megszoktam, hogy a közértbe ezt és ezt veszem, és ugyanezt teszem itt is, hanem alkalmazkodni kellett, utána kellett járni, néha éheztetni magunkat, néha olyan dolgokat megenni, ami nem volt finom, de tudtuk, hogy attól legalább nem hízunk. Olyan egészségügyi problémákkal kellett szembenézni, hogy akkor egy gyógyszer, mondjuk egy felfázás, mert mondjuk bevittek a tengerbe, és mondjuk tízfokos volt a víz, és két napig ott fotóztak. Nem volt ott az anyukám, akit felhívhattam. Nem volt egy orvos, akivel elmond, akinek pontosan el tudtam volna mondani, hogy mi a bajom. Nagyon sokszor volt az, hogy félrekezeltek gyógyszerrel, mert hogy próbáltam elmondani, nem értette, jó adott valamit, és akkor ez mégsem úgy sült el. Tehát, hogy, és ez azért, azért emeltem ki, mert ez pont ott volt, és és igen, az, amikor a modell szakmáról beszélgetünk, akkor mindig így visszakérdeztek, hogy jó, de akkor miért csináltad? Az az élmény, amikor ott állsz, és te tudod, hogy elvég, beleadtál mindent, és mondjuk egy Nárai Tamás azt mondja, hogy te az én modellem vagy, Annál szerintem ebben a szakmában, Magyarországon szerintem nincs nincs És de akkor a pillanatok mondom, hogy... se voltak, amikor azt mondtad, mondjuk a Aténban felfázva a gyógyszert után kutatva, hogy hagyjam én ezt az egészet a fenébe, hazamegyek a biztonságos tatabányai vagy budapesti otthonomba. Nem, mert akkor meg már elkezdtem érezni azt, hogy tudom, hogy kell fejlődnöm. Tudom, hogy tatabánya már kicsi, pedig aztán előtte párszor voltam csak külföldön, de valahogy megéreztem a a világlátásmódot, vagy megérintett az, amit én előtte soha nem kaptam. És azért az nagyon-nagyon jó volt, hogy láttam embereket, különböző kultúrát, utazhattam, érdekes kreatív. Ez a modellkedés azért művészen, tehát ugye egy fotós is, egy tervező is, nekük a környezetükben lenni már élmény. De igen, ez a hátulütője, és a mosoly, és a tökéletesség ára azért ez. És az emberek, amikor a modellvilágára gondolnak, akkor a címlapon mosolygó szép lányokra gondolnak. A mosoly, amit látunk a kifutón, vagy a fotókon, annak ugye ára van, ezt most hosszasan elmeséltett. Tehát akkor az a mosoly, az valójában nem igazi mosoly. De. De mert elvégeztél -e valamit. Nem mű Dehogy is? nem. A tízfokos sem az? Nem, nem hiszem, hogy egy diplomausztó mondjuk, aki felemeli a diplomáját, az arra gondol, hogy mennyit szenvedtem, hanem azt, hogy megcsináltam. Nem volt egyetértek. Jó, most, most akkor így megértettem. Egyetértek. mértékben oké. Okay. ez, ez, ez több mindegy, hogy, hogy mi a szakmáról ah, beszélünk. Ja, egyébként az, arról, arról meg eh, most beszélünk, mert veled beszélgetünk, hogy mi a szenvedés része. Igen. Eh, de egyébként hadd én a mosolyt, ami az eredmény, és az, az ember az állat így földobja, és azt mondja, hogy... Hm. Én már megcsináltam, ez igen. Bevél. És ez minden szakmára, Abszol... tehát hogy nem csak a modell szakmára, hanem minden szakmára. Tökérthető. Na, melyikkel folytassuk? Zöld. Zöld. el! Az az enyém. Az én kérdésem pedig így szól, mi az igazság? Mi volt életed eddigi legjobb befektetése? az hogy vállaltam az első kislányomat. Azt, hogy nagyon nagyon-nagyon-nagyon szerettem volna őt. Életem legjobb vállalkozása volt. Én ott felnőttem. Én ott nem megfelelődtem. 27. De én addig mindig próbáltam alkalmazkodni, próbáltam megfelelni, és az adott nekem egy olyan erőt, és ezt nem tudom, hogy ez az anyaság, vagy ez csak nem, nem csak nálam, mert az a nőknél azért ad egy plusz erőt ez az érzés. Akkor ott ő úgy átírt mindent az én életemben. Az idővel való kapcsolatomat... A, 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 gondolkodásmódomat, az addigi életemet felmért, hogy jó, jól csináltam, de ez pont. Én ott, én ott befejeztem a modelkedést, én nem szerettem volna többet modellkedni. Én nem akartam többet úgy elmenni dolgozni, hogy azon figyelem az órámat, hogy engem már otthon a gyerek. Ha még egyszer lepróbáltatod velem azért, mert a 25. kislány nem figyelt, mert éppen arról beszélt a barátjával, hogy hova mennek randizni, én erre nem vagyok hajlandó sem időt, sem energiát. Úgyhogy én egy nagyon nagy fordulatot vett ott az én életem, mint magánélet szempontból, mint pedig munka szempontjából. A kislányod édesapja Árpa Tilla és abban az időszakban a, a nagyobbik, a nagyobbik, is igen, le. Igen, 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 igen. Tehát az említett gyermek, az édesapja. amikor jött a gyermek valakinek vagy valakiknek, hát ez ideális esetben vissza kell lépni, akkor ezek szerint a gyermeketek születésénél te voltál az aki kettőt hátra lépett. Többet, mert én akkor a gyerekvállalás előtt, a házasság alatt én még utaztam külföldre direkt munkákra. Úgyhogy amikor eldöntöttük, hogy gyermeket szeretnénk, akkor, akkor leültünk egy asztalhoz, és megbeszéltük, hogy jó, akkor a modellkedés lesz az, amit feladunk, mert hogy azt nagyon nehezen fogom tudni, úgyhogy három óránként szoptatnom kell, úgyhogy ez, 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 nagyon egyszerű volt, és szerintem általában az emberek nagy része így is dönt, hogy akkor apuka, aki tudja vállalni ugye a, az anyagi költségeket, a munkát, ő menjen dolgozni, az anyuka pedig akkor úgyis az ő feladata maradjon otthon, és ez teljesen természetes dolog volt számomra. Amikor én hazaköltöztem, az, az a nagy szerelem oka volt. Én külföldön éltem, nekem Tel Avivban volt az anyaügynökségem, én onnan utazgattam, és amikor eldöntöttük, hogy akkor közösen közös jövőt szeretnénk, akkor akkor azt mondom, hogy jó, haza költözöm. És akkor én mondtam, hogy nem, de hát azt gondolom, hogy most van az a pont, én is változni szeretnék, ő is, közös a cél, és azt gondolom, hogy ezt meg kell tíz körömmel fogni mind a kettőnknek, és meg is fogtuk, és megszületett Amira, ami, ami egy csoda, csoda volt, és ezeket a változásokat elért, elérte nálam. Ott egy kicsit megkeményedtem, talán volt egy olyan helyzet, hogy én egy kiszolgáltatott helyzetbe kerültem azáltal, hogy én nem kerestem pénzt. Ez volt szinte, amióta az eszemet tudom, ez volt az első olyan alkalom, amikor én nem tudtam magam eltartani. Tehát, hogy én gyerekkorom óta, hiába az anyukám kereste a pénzt, én mindig arra. Arra fókuszáltam, hogy nekem legyen sajátom, és az enyém, és akkor abból én veszem, ez nekem nagyon jó érzés a mai napig. És ott volt egy közel egy éves időtartam, amikor én nem kerestem. És ez nekem engem nagyon frusztrált. Az nekem nem tett boldogát nem volt, nem volt, a másik oldalon semmilyen presszió, semmilyen nyomás, tehát hogy félre ne értsétek, de az nekem nem esett jól. És, és akkor így ez az anyaság, az otthonlét, az az, hogy én elvágtam szakmailag magam, hogy, hogy figyelem az ő karrierjét, amire nagyon-nagyon büszke voltam, és építettük nagyon sokáig. Azért egy idő után az önállóságom kezdett hiányozni. Főleg azzal a tudattal, amikor ugye megszületett a gyerek, és én tudtam, hogy mi akarok. Én nem akarom, hogy más irányítson, én nem akarom, hogy más tartson el, én nem akarom azt, hogy más mondja meg nekem, hogy éppen mikor, hol töltöm az időmet. És azt is mondtad ugye, hogy azért is ezt tartod a legnagyobb vállalkozásodnak idáig az életedben, mert hogy ott is akkor felnőttél. Az igazából mit jelent azokon kívül persze, hogy amit most is elmondtál, de, de belül a lelkedben mi változott meg? Kiálltam a gyerekemért és magamért. És ez nagyon-nagyon fontos, persze addig is kiálltam, és addig is e, e, épp, tehát úgy normális keretek között működtettem az életem, de, 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 kerültem olyan helyzetbe például, akár ez a gyógyszeres kezelés, vagy olyan, olyan helyzetbe, amikor mondjuk egy búkertől fügtem, aki éppen nyar, nyaralni a családjával, és elfelejtette, hogy ott maradt egy 17 éves lány a modellszálláson, ahol már se kaja, se pénz, és a modellszállási bérleti is lejárt, és kiraknak. Tehát, hogy, hogy Azért ezért én találkoztam olyan pofonokkal, amit a mai napig nagyon keményen belém ívodott. Tehát, hogy én ott, én ott azokat megegyeztem, és nem fogom soha elfelejteni. Bocsáss meg. Vitatkoznom kell, és lehet, hogy... a Imádom te, az értelmes vitákat. Te bizton azt érzem, hogy te 27 évesen, amikor megszületett a gyermeked, te már bőven felnőtt voltál. <laughs> Éltél te már addig annyit... Eh végigmenve ezeken a folyamatokon, ami bőven elég a felnőtt léthez. Igen, csak amikor ennyire önállóan él sokáig, és ta találkozol a herceggel, és ő azt ígéri, hogy akkor gyere család, a biztonságos közeg, én is itt vagyok, és csak téged imádlak, akkor ugye az ember, én legalábbis így, így mondtam, hogy, hogy megérkeztem, én, én, erre vágytam mindig, nekem ez olyan jó volt, és akkor megszületett a kislányunk, és így felébredtem az álomba, hogy ez mégsem, mégsem az, amit én gondoltam, hogy ez... ez, 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 ez van, ez az élet. Úgyhogy az ott nekem nagyon-nagyon fontos volt, hogy felébredjek abból az álomból. Az életben az egy következő tanulási periódus, amikor az ember átértékel. Igen, szerintem, szerintem ez nem csak az én életemben átértékelni dolgokat kell mindig. Mindig kell alkalmazkodni az újhoz, mindig ki kell hozni abból a legjobbat. De az volt, ahogy, ahogy, mondod, nekem az volt az egyik ilyen, ilyen érzés az én életemben, és ez az egyik ilyen fontos dolog, hogy, hogy akkor ott valahogy megérkeztem, akkor inkább így mondom. Valahogy megérkeztem, hogy én kiállok érte és értem, és tök mindegy, hogy ki mit mond. Belém többször nem szúrják a tűt, nekem nem mondja meg senki, hogy mit, miért és hogyan, és, és, és azt meg aztán főleg, hogy én olyan helyzetbe kerüljek, hogy bárkitől is függjek. Mondtad, hogy egy évig tartott a, 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 a minden jó. Mi történt egy év után? Ö, ugye én a szülés alatt, <laughs> ahogy elmeséltem, nekem nagyon sok éheztetés diéta volt az én életemben a terhesség előtt. Majd amikor kiderült, hogy babát várok, akkor azt mondtam, hogy a doktor úrnak, hogy na, most van az a pont, hogy nekem senki nem mondhatja nem meg, kap. hogy mikor és mennyit fogok enni. Hát ennek plusz 30 kilo lett a vége plusz 30 kiló, úgyhogy mert a végén ö, ö, mindenki aggódott, a, hogy lehet -e természetes szülés, mert magasabb lett a vérnyomásom, én, tehát hogy a cukorbetegség, elkezdtek jönni ugye ezek az egészségügyi problémák, ö, mert én egy olyan ember vagyok, amikor valami, valami valamit szeretnék csinálni, vagy valamit nagyon szeretek, akkor én azt száz És itt látszik, ez, ez látszott, hogy ez a száz ez 30 kilóban <laughs> Az is És igen. én ezt cipeltem utána. És, és volt egy, elkezdődött bennem egy rettentő nagy kisebbségérzés, egy, egy szorongás, hogy ugye a barátnőim, hát most. Jött a Zeprespanni látogatni, de elképzelitek, amikor a gyönyörű, magas, vékony, csodaszép lány, és a világ legcukibb, mert főzött nekem, hoztak is. És én ott ültem, éppen nem tudom, két szobtatás között, leböfizve, plusz 30 kilóval, azért az egy idő után elindult. Majd aztán jöttek, hogy akkor dolgozzunk újra, és akkor Tamás volt az első között, aki a szülés után mondta, hogy nem baj, hogy hogy nézel ki, Szabi, nem, gyere. És hiába nem mondta, hogy azért van rajtad felesleg, azért látszódott a tekinteten, látszódott a varrónőn, hogy hú, Szabi, nem. Több Jó. anyag kell, Előző. több Előző. kell. kell. igen. A se jött fel. Igen, igen, igen. És, és ez, ez egy olyan, olyan rossz érzést adott, amiből ki akartam törni. És én ezt egy évig bírtam. Egy évig bírtam azt, hogy alárendelem az én érzéseimet, akaratomat a családnak, ami nem teher, tehát félre ne értsétek, csak úgy sok jött, jött a puttonyomba, és akkor megint pakoltuk, megint pakoltuk, a plusz 30 kiló, a rossz érzés, és akkor egy év után úgy, úgy, rájöttem, hogy ez meg kell ráznom magam, mert máshogy nem fog menni. Azt megláztam magam, lefogytam három és fél hónap alatt 30 kilót, elkezdtem újra dolgozni, és ahogy mondtam, hogy százszerzalékosan csinálok dolgokat, amiket szeretek, mivel ilyen gyorsan változtam vissza vagy át, ezért én ebbe beleástam magam százszerzalékosan. Egy, egy szlovák termékkel fogytam le, aminek később az itthoni forgalmazója lettem. És mind a dietetikussal napi kapcsolatban voltam, elkezdtem tanulni, kutatni, külföldre utaztam, előadásokat hallgattam, dietetikusokkal beszélgettem, belgyógyászokkal, és elkezdtem összerakni azt, hogy nekem hogy jó ez a diéta, mert persze lefogyni könnyű nagyon könnyű, megtartani nehéz. És ezt a megtartási folyamatot kezdtem el kidolgozni magamnak, és akkor elkezdtek jönni a barátok, ismerősök, a közvetlen környezet, hogy Szabina, neked ment, akkor mondd meg a tippedet, és akkor elkezdtem segíteni nekik. Ekkor lett Szabina a cápácska. Na, Ebi Hall. Ebi, Hall. Ebi, Hall. Ebi Hall. És, és, és... Amikor elkezdett túlnőni rajtam ez a feladat, akkor megint le kellett törnöm, megint kellett egy kockáspapírt, és kockáspapírt vettem el, és azt mondom, hogy akkor hogy tudom én ezt egy szervezetbe beépíteni. Akkor még nem is vállalkozásba gondolkodtam, hanem hogy nem tudom magán, ö, 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 emberként, hogy tudok segíteni, vagy elmegyek alkalmazottnak valahol, vagy hogy, hogy tudom ezt folytatni, mert, mert ez hihetetlen érzés. És elkezdtem forgalmazni ezt a szlovák terméket, aztán sajnos az üzleti részét én ott nagyon megtanultam. Én, Na, én... ezt akartam, bocs, hogy beleszólok, csak ezt akartam kérdezni, hogy idáig, amit végigvettünk, nem tűnt úgy, hogy túl sok üzleti jellegű tapasztalatod lett volna. Nem, ez nem volt. Egy üzleti vállalkozásba belefogni, úgy, hogy az embernek nincs tapasztalata. Nincs, de már vendégköröm volt. Tehát, hogy azért a többiek azzal szenvednek, hogy van egy vállalkozásuk, és nincs vendégkörük. Én ezt fordítva éltem meg, nekem már ott voltak a vendégeim a fizetővel, hogy akkor most már fizetnének. És mondtam, tehát, hogy nem arról, hogy nem tudok számlát adni, nem én ezt beározni. nem is értem. Hogy most... <laughs> Persze, tudom, hogy én mennyiért vettem, mert hát utad át a, a, a dietetikusnak ne nekem. Tehát, hogy így próbáltam, próbáltam, és akkor a szlovák termékcsaládot, amikor forgalmaztam, akkor, akkor, én abba is beleadtam minden, és minden ötletemet odaadtam nekik, hogy akkor figyeltek ilyen fehérjét, olyat, a teljesavó ebben jó, gondolkodjunk már vegánban, magas tartalom, pedig ez tíz éve volt, magas tartalom, figyeljetek oda, hogy akkor a mozgást hogy építsük be, nem rögtön azonnal, mindenkit títsatok le az első két hétben, és akkor elkezdtem átadni, és akkor ők Valamit beépítettek, valamit nem, ami kicsit költségesebb volt, ezt mondták, hogy nem. És nálam hiába volt a terméknek egy neve, az én barátaim, vendégém Szabina diétának hívták. Tehát, hogyha nem volt jó minőség, akkor ez az én diétám volt, és ez az én dolgom volt, hogy ez nem jó. Aztán amikor én mondtam, hogy jó, akkor vagy azt csináljuk, hogy, hogy beszállok és, és, és be, be, bevásárolom magam a szlovák cégbe, és akkor partnerként, hát a rossz szó se lehet, ők forgalmazók, nem mondom, akkor jó, akkor milyen jogszabály szerint, mert hogy kell egy minimális rendelés, de amellett kéne, szeretnék egy szupportot, ha már fizetek, fizetem ezt és ezt. És uh, utána képzeljétek el, hogy, hogy mivel kizárólagosságot kaptam erre a termékre, én ezzel nagyon boldog voltam, mert akkor tudtam, hogy akkor most beleadhatok mindent, hisz védve vagyok. Aztán kiderült fél, évre, hogy fél évre rá, hogy nem, hogy két másik cégnek is ugyanúgy ugyanazt az oktatást adják, sőt, még az én tudásomat is átadja a konkurenciának. És akkor én nagyon felszívtam magam, felmondtam a szerződést, akkor ők nem jelentkeztek, nem hittek nekem, hogy, hogy én valaha is bármit csinálok ebből. És addig-addig mentem, amíg, mivel már olyan sztádikat, illetve olyan kutatásokat olvastam, hogy tudtam, hogy hol vannak azok a nagyobb gyárak, illetve fejlesztések, ami a fehérje diétáról szól. És akkor mindjárt meg is mondom az okát, hogy én miért döntöttem emellett. Amikor, amikor voltam Németországban, Angliában, voltam Olaszországban, láttam gyárakat itthon, de valahogy nem találtam meg azt az ízkombinációt, amit én szeretnék. Nem láttam a gyárat? Nem láttam a fejlesztet, én mindig csak a készterméket kaptam. És ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyenkor van egy konyha, ami ahol gramként mérik, hogy akkor hogy működik, milyen csomósodásgátlót kell berakni, kell -e bele, mit visel a vendég, a szervezetnek mi jó, mi nem, és akkor ezt megkapod egy fehér tasakba. Igazából semmi információ, és akkor rá van érve, hogy ezt, ezt a Tomán Szabinának fejlesztettük, ez van benne, ez. És akkor egy mégsem volt jó, utóíze volt, nem volt ö, ö, rentábilis. Ö, voltak olyan költségek, olyan hihetetlen, rossz minőségű termékeket is megkaptam, amire azt mondtam, hogy itt is húzni kell egy ö, vonalat, és kell, hogy legyen, nekem kell, hogy legyen elvárásom. És felírtam öt elvárást, mindenképpen be szeretnék menni a gyárba. A termékfejlesztővel személyesen szeretnék találkozni. Csomagolás. A divatvilágából jövök, minden, ami szépen van becsomagolva, el lehet adni, ami nem, ha már úgy bontasz ki egy, egy üveget, már akkor elmegy tőle. Mm. Tehát, hogy, hogy ezeknek ezeknek kellett megváltozni. Nagyon sok gyár kiesett a szórásból, és maradt egy francia. És a, a francia, az nagyon vicces volt, mert írtam egy levelet, hogy akkor a Tomán cég tulajdonosa szeretne elmenni, és akkor önökkel találkozni. Igen, de nekik nagyon-nagyon hatalmas holding, nekik nincs kicsikkel fogom, mondják, hogy mi a darabszám, mi az az emókó, amivel nekem minden évben kell hoznom a darabszámot, és akkor én azt eldöntöm, hogy elvállalom-e vagy nem. És addig-addig mentünk, még, még találkoztak velem. És az első ilyen vicces dolog, hogy leültünk tárgyalni, és akkor mondtam, hogy akkor nagyon örülök, hogy megismerkedhettünk, és akkor kezdjük a tárgyalást. Hát nem, ők várják Mr. Tomán. <laughs> 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 Mr. Tomás <laughs> 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 Azt hitték, hogy az asszisztense vagyok, aki mindent elintéz, uh -huh. Aha. És, akkor... és, akkor? És, na, és ott, ott ez a negatívum, mert azért lássuk, hogy nem nézték ki akkor belőlem eh, ki, hogy bármilyen üzleti eh, háttér van, vagy, vagy, mellettem van, van, mint üzleti gondolkodás. Ebből megtörtem egy jeget, amit a mai napig kihasználok. Tehát amikor viccelődünk, <laughs> akkor persze-persze mondjátok csak, hogy Mr. Mr. Tomán. <laughs> csak persze, <hogy hiszen gül> nagyon sokat nevetünk. És ott volt az, hogy akkor jó, azt mondták, hogy induljunk el. Isten ilyen alkalmazod, hogy adott szinten téged alábecsülnek. Majd amikor rájönnek, hogy hopp, nem Mister Tomán, <laughs> ő a Szabina akkor viszont a mai napig, és ez, ez, ebben munka van, a sugárzó szépséged az átüti a falat. Az azonnal átüti. Mert egy ebben a férfi üzleti világban, amikor egy csinos, gyönyörűen mosolygó, szép nő értelmes dolgot. Na, mond, igen, igen, ezt akartam mondani, hogy ez nem csak szép. akkor akkor most, akkor most, akkor hova? És ott megadja magát mindenki. Ez egy nagyon ritka kombó, de ezt te is tudod, mert ma már 10 plusz évvel ezután. Én azt gondolom, hogy te gyorsan is tanulsz, meg nagyon korán kezdted a tapasztalatgyűjtést, 15 éves kortól hatalmas kontraszt, ugye? Mm -hmm. Tatabánya versus Tel Aviv, Hát, vagy az Olaszország, rómában spanyol lépcsős vagy bemutató. Igen. Vagy Bon Jovi-val vacsorázni ott az asztalnál. Igen. 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 <laughs> igen, fel kellett nőni sokszor. Olyan fel. Jön az hoz. utolsó. Hm. És ebbe bele is csaptunk az előbb, csak nem fejeztük be, mert elkanyarodtunk a vállalkozás irányába. Mi az igazság? Milyen egy kamaszlány anyukájának lenni? Hú, vannak kihívások. <laughs> Én láttam egy fotót, bevallom őszintén. Hú, ahol valamelyik social media felületen volt kirakva, ahol a két gyermekedet hátulról fotóztuk. Nem, nem, nem állhatom a kérdést. Ugye három gyerek apukájaként van, akinél már túl vagyok, van, akinél az izmába vagyok a kamaszkornak. Az Tomán Szabiná. Milyen érzés, amikor zöld hajat lát a gyermek? <laughs> mert hogy ez a fokon... kék is, rózsasz, nézés, és rózsaszín, és most meg megint megy a harc, hogy milyen színű legyen. <laughs> um, um. hú, ez tök megmondom, hogy rettentő büszke vagyok rá, mert hogy ő annyira éli az életét, és annyira éli a saját stílusát. Um. Néha már csak azért is határ szabok határt, hogy érezze, hogy azért mégis csak az anyja vagyok, és valahol kell valakinek megmondani a határt, hogy mégsem lehet teljesen rózsaszín, vagy zöld, vagy fehér, vagy meg leesik a hajat kislányom. De én ezt nagyon élvezem. A tinédzserkor a, a az más, a stílusát. Én imádom. Imádom, hogy lázadó. Imádom, hogy néha olyan ruhákba jár, hogy így ránézem, nem kis nem biztos végig gondolod. és tényleg is felveszi a nagycipőt, a színes ruhát, aki mindent engedek. Ami változtatható, vagy kinő, mindent engedek. Tehát, hogy a haja ki fog nőni a ruháját, majd rá fog jönni, hogy ezt nem se fogja úgy hordani. Nem lehet tetoválás, most még nem lehet piercing, ez a kettő, ezt nem. Most pedig a haja minősége miatt, most barna, de szegény mondta, hogy ezért nagyon ö, ö, szorongó lett, mert hogy neki barna a haja, és hogy nem, él, nem élheti a saját életét. De hát a haja, a haja az csak egy kicsit fontosabb. Most rövidebb, mert tönkretette a szőkítést, Tehát, hogy belátja, a fodrászok is mondják, de nem csak én vagyok a mumus de közben pedig nagyon büszke vagyok el, rá. Is, igen. De de az, figyelj, és ő ő ha így. És azt mondaná neked, hogy anya, most én modellkedésre adnám a fejem, akkor mit mondaná neked? Szerencsére nem ilyen. Képzeljétek el, <laughs> hogy valamit kisütöttünk belőle az apukájával, mert mind a ketten azért mi szeret, szeretünk szerepelni, nekem azért vannak vele nagyobb problémáim, dolgozom rajta, de az Attila, hát ez, ő, ő, ő is nagyon szereti. Na hát az én kislányom az, aki például nem a saját nevén van a szosorral felületeken. Őt nem lehet megtalálni, hogy az én lányom vagy az Attila lánya, hanem neki megvan az ő kis saját világa. Ő egy művész. Ő nem hajlandó felülni erre a vonatra. És ő ezt, ezt nagyon szépen képviseli, és, és, és csinálja, és nagyon büszke vagyok emiatt rá is. És örülök neki, hogy ő ilyen, mert hogy nem tudom, persze az én lányom, és hogyha azt mondaná, hogy osszam meg a képét, hogy több lájkot kapjon, biztos, hogy megtenném, mert az én gyerekem, de közben pedig annyira jó, hogy van érték oda bent valahol. Milyen anyuka vagy? Jó, hát őket kéne megkérdezni. Ö, velem bármit meg tudnak tenni. Mindent. Van az a pont, amikor felszívom magam, és akkor most kiborult a Bili, és, és, próbálok szigorú lenni, de közben pedig, pedig ez, ez rájövök, hogy pár év múlva kiszállnak, illetve nem, nem lesznek velünk, mert a tini is alig van velem, és tényleg én legyek az, aki a sárkány az ő életében. Úgyhogy vannak, mondom, vannak szabályrendszerek. Tehát én azt gondolom, hogy ha adsz egy olyan normális keretrendszert egy gyereknek, akkor ő abban tök jó partner. És persze vannak hormonális ingadozások, amikor rám csapja az hát ajtót, az amikor mindenki gonosz, de, de azt gondolom, hogy az alapértékekkel rendben van, és, és, és emiatt vannak olyan szabályok, vagy, vagy szigorú szintek, amiket, amiket fel, fellökök emiatt. A kicsi mennyi idős most? Öt éves. Öt éves. Tanultál Aki. esetleg az elsőből, amit a másodiknál már nem, vagy másképp csinálsz? Annyira különbözőek, hogy azokat a fortéjokat, amiket én az amira alatt megtanultam, vagy elsajátítottam, Hát, az teljesen totális dugában mindig, mindig a prototípus hívja meg. Hát, igen, ah, ugye ez igaz. Hihetetlen, úgyhogy már most kapom az Amirától, hogy persze, nekem ezt ekkor nem engedted. Na. És így mondok, jó kicsikém, arra, hogy, de látod, hogy milyen. Úgyhogy teljesen két különböző. Ez egyik introvertált, a másik extrovertált, Tehát ugye a Sofinál lehet, hogy lesz, hogy ő fogja is jönni, és akkor hozd meg, mama, vagy figyelj, akkor ezt intézd el nekem, mama. Az Amiránál egyszer sem. Megkérhetlek, hogy veszel egy jegyet ide vagy ide. Az eszébe se jut, hogy mondjuk nekem van kapcsolatrendszerem, és felhívok valakit, és van. Tehát, hogy, hogy ő, ő teljesen más, másben. Szófia, az, ő, ő bejön a térbe, és ő itt van. De és egyéb... nem lehetne nem. És, és amire egy ilyen tipikus mai tini egyébként... Ezt hogy érted? Hát, hogy azt mondod, hogy nem oszt meg a social felületeken dolgokat. Hát de akkor már szerintem a... nem igazi igen, tipikus tény, hogy, téni, mert igen, hogy ilyen, ilyen, felfogásban, meg így világnézetben. Igen, igen, az elfogadás számára rettentő fontos. Tehát, hogy ő biztos, hogy valamilyen ö, olyan ügy mellé fog állni a jövőben, ami, ami, ami szerintem az emberiségnek jó, és ezt most már ezt fejtegeti velünk is, a családdal is, tehát hogy ő akár egy, egy konfliktus helyzetet létrehoz azért, mert neki nem az a szemlélete, vagy ő nem úgy gondolja, Éppen, igen. Hogy, egyszerűen az volt, van egy családi közös csetünk, a bátyám, nővérem és a gyerekek vannak, az unokatesok vannak ebbe a csoportba. És összeütközésbe került az unokatesójával. És az unokatesója máshogy látta, mert ő fiú, és azt gondolta, hogy ez a himsi, sovinista dolog, ez trendi, meg kemény, hát tipikus fiú és akkor erre jött az én lány. Nyom, és annyira felhúzta magát, hogy ő nem hajlandó olyan társaságban, hogy kilépett a családi csoportból, Úgyhogy most, most nincs a családi csoportban az, amire. Milyen a telányod kamaszkorában a pénzhez, a vagyonhoz való viszonya? Semmi. Ő ezt egyáltalán, ő, ő, ahogy mondtam, vagy kioltottuk ezt ezt a felfogást, de nála nem a pénz, ez nem számít. Neki, neki, nagyon, neki nagyon jó be. minden de bocsánat, hogy, hogy ebben megyek bele, csak annyira ikonikus, karakteres a tévéműsor, amiben szerepelsz. Az anyukája mégiscsak egy cápa, ugye? Aki befektető. Azaz eljutott arra a szintre az életével, hogy ő képes befektetőként, üzletemberként aktív lenni. Azaz, a pénz egy fontos elem, mert az üzletnél a pénz az egy fontos Igen. elem, hát ne tagadjuk. Az mér, az az objektív. Igen. Ez, ez benne hogyan kép, kép, képződik? Az első, amit ő észrevette ebből a műsorból, hogy, hogy ötből miért csak egyedül én nő, vagyok nő. Ez volt az első. A, ez egy nagyon jó kérdés egyébként. És akkor elkezdtünk erről beszélgetni, arról, hogy milyen fizetések vannak, hogy állnak a nőkhöz a mai világban, hogy, hogy, hogy egy, egy, jelenleg egy vállalkozásban, és ez nagyon nehéz számomra is, hiszen én, én női vállalkozókat támogatok, illetve a cégem nagyon nagy százaléka női munkavállalókból áll de azért a mai napig látom azokat a problémákat, amikkel szembesülünk, hogy kevesebb fizetés, hogy a mai napig az a norma, hogy azért kapnak a férfiak többet, mert a családot látják el, holott lássuk, hogy mégiscsak a, a, a nő a nagyobb része ennek még mindig. De de nem, nem szeretnék ennyire negatív, meg ennyire szélsőséges dolgokat hozni. Magához, a befektetéshez ő nem is akarja a pénzt kezelni. Ő ő nem szeretne ezen, ezen ő nem, nem éli ezt a materiális világot. Ő ennél sokkal elfogadóbb, sokkal nyitottabb. Őt nem érdekli, sőt, hogyha logó van valamin, valamilyen terméken, ő azt nem kéri ősz nem kéri. Holott én nagyon szeretem a divatot, az én gardromba tényleg minden megtalálható, ő kikéri magának ezt nem kéri. Tehát, hogy, hogy neki egy teljesen más felfogás van, és ezt nem tudom, hogy nevelés, vagy hogy kiütöttem, ki, ki kiütöttünk velem valamit. Vagy lázadás? Igen, Lászadása. mert hogy ő... ah! Ah! Jól. Jól. Jön a te igazság. Nők, női lét, bélyegek. Hát erről többféleképpen szó volt már, igen, tehát igen, a francia igen. gyárban való megjelenésed. Egyetlen egy biztos, hogy te szerintem a folyamatban megértetted a női lét előnyeit és hátrányait. És valójában te ezen balanszírozol, egyensúlyozol. Dolgozom, igen. So, ez sok munka. Igen. A mai napig sok munka. Ö... Amikor felkértek erre a műsorra, akkor, akkor én nem gondoltam még, hogy én olyan kemény üzletasszony vagyok, hogy én ott helyet kaphassak. És. A keménységet miben érted? Döntésben. Ö, ö, akár minősítésben, mert egy ilyenkor egy vállalkozást minősítenek, és én tudom, hogy mennyire sok munka van egy nagyon pici vállalkozás működtetésébe. És én nem az a befektető szeretnék lenni, aki darabokra szedem, és a legrosszabb dolgokat, és visszadobom, és mert hogy én azt gondolom, hogy egy támogatással, vagy egy hittel mindenkiből ki lehet hozni a legjobbat. És itt érzem azt, hogy nekem néha mégis meg kell húzni a és keménynek kell lennem, és azt mondani, hogy fétek, ez nem jó, ezt nem csinálod jól, és nem én leszek az az ember, aki megmondja, vagy megcsinálja helyettetek. Pedig aztán azért ülök ott, hogy jó vállalkozókat és befektetéseket, és a nap végén pénzt keressek, tehát hogy azért ezt ne felejtsük el, de azért mégis keménység, mert mert, hogyha valaki felhív és elmondja a problémát, akkor időt szánok rá, akkor elmondom, hogy mi a probléma van idő. Ott viszont azért keményen meg kell mondani, és ki kell állni a, a véleményed mellett, és ezt gondolom keménynek, főleg a női e, e, vállalkozókkal, amikor kinyelik az ajtó, és látom, hogy remegnek és izgulnak, hisz azért nem lehet könnyű öt üzletember előtt állni, és elmondani, hogy mit szeretnél úgy, hogy ne tereljenek el ezek az okos tapasztalt üzletemberek. És nagyon sokszor elterelés Ajlik, mert bekérdezünk valamibe, és akkor ott kilöktük az ők is magán, a, a biztos És lehet, hogy nem úgy sül egy pécs, ahogy kellene. Bocsánat, de hát az üzleti életben Tudom, is hát, igen. Igen. belőle igen, egy, tudom, kettő Tudom, na is itt kellett az a keménység. Hát figyelj, 10 év modellkarrier, még egyszer mondom, nem azért, mert te meséled, mert te egyébként sokkal finomabban meséled, mint amit a színfalak mögött lát az ember. Az vidi a keménységűvé üti azokat az embereket, akik, akik annak részei voltak. Te említette Depres Panni nevét. Szerintem egy, egy úgymond rólmodellje, egy példája lett annak, hogy Anyaként, feleségként hogy kell helytállni egy, egy elképesztő tragédiában? Hát ő is ott keményedett, hát, azon a színpadon. Tehát az egy más kérdés, hogy aztán egy nő, aki ezen végigmegy, ezt hogyan tudja hasznosítani hmm. idézőjelben? Milyen útra téved? Uh -huh, uh -huh. A hasznosítás szó azért tetszik, mert, mert tényleg üzleti szempontból közelítem még az én női mi voltomat. És az, hogy van egy ilyen külsőm, az néha az üzleti világban hátrány volt, mint ahogy ez a meeting is. Hogyha én nagyon sértődékeny vagyok, vagy nem egy poénnal csapom le, akkor én ott hagyom őket, vagy kikérem magamnak. A mai világban kapom ezeket a jelzéseket, hogy én kinek a valakie vagyok, kinek a mie, és hogy mégiscsak ki támogatja ezt az egész üzletet, és hogy ki a társam, meg hogy biztos, hogy van valaki, meg a férjem hozza haza a pénzt, és viszem be a cégbe. És ilyen abszurd, minősíthetetlen, odavetett vélemények, amik azért, én most már próbálok kikerülni, és próbálom nem magamra venni, de azért mégiscsak belesülnek az emberbe valahol. Egy kicsi ott vannak. Ott van, hogy valaki azt gondolja rólam, hogy a volt férjem pénzéből építettem. Vagy valaki azt gondolja, hogy a mostani férjem. És akkor mondtam, hogy olyat még nem hallottam mondjuk, hogy ketten támogatnak, tehát hogy ez még nem volt, de hogy ez is simán lesz. És egyszerűen azért, mert nő vagyok, azért, mert csinos vagyok, és azért, mert modellkedtem, nem nézik ki belőlem, hogy én üzleti döntéseket, vagy közel egy milliárdos céget tudtam építeni az elmúlt nyolc évben. Egyetlen egy dolog, amivel nem rendelkezel, ezt most közölnöm kell veled hivatalosan. Uh -huh. Ami egyik vagy mindennek a gyilkosa, nincs egód. Neked van egy célod adott pillanatban, ahhoz a célhoz te megtalálod azt az utat, hogy ne kelljen valakit becsapni, meglopni, stb. Ha nem felkelsz korán, azt estig csinálod. És e, nagyon rég nem láttam ilyet, ha, ha megengeded a külső szemlélőnek. Én itt találkoztam egy ifjú hölgyel, aki egy tökéletes kompakt csomag, amit az első pillanattól kezdve épített. Mert minden tapasztalatot beépítettél a következő lépésbe. És egyik jött a másik után, tehát ebből a kívülállónak az látszik, hogy te mindig gondolkodtál. Mindig minden lépésnél gondolkodtál, és a megszerzett tapasztalatot azt nem hagytad elveszni, mert ott az érték. Bizony. De én ezt adom tovább a vállalkozóknak is, akikkel együtt dolgozom, hogy, hogy, hogy ezt hogy tudjuk beépíteni. Mondtam öt dolgot, akkor gyere vissza egy hét múlva, és mutasd meg, hogy hogy építetted be mert mert az a tudás, ami ami az én, én, én tarsolyomban van, az a tapasztalat, az rettentően meggyorsít egy ilyen cégnek a növekedését, meggyorsítja. Úgyhogy ez itt, igen, igen, beépítettem. Ha átveszik, szerencsések lesznek. Én nagyon boldog vagyok, hogy beszélgethetünk, és megismertük egymást. Én, én is további nagyon. jó úszást a vízben. De. <laughs> De. Köszönjük. Köszönjük, Köszönjük szépen. szépen. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.